Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ez alkalommal is egy bibliai igével foglalkozunk. Egy szomorú, de mégis nagyon boldog történetről lesz szó. Hiszem, hogy nekünk épülésünkre fog szolgálni. Hoztam nektek, gyerekek, egy történetet. Ez egy különös történet Lázár feltámasztásáról szól. János apostol emlékezett meg róla, ő jegyezte fel. Volt három testvér, a két lány testvér és egy fiú testvér. A lányoknak a neve ez volt, az egyiké Mária, a másik Márta. A fiúnak pedig ez volt a neve Lázár. Ezek ugye olyan ismerős nevek. Márta, Mária, Lázár. S ők hárman nagyon boldogan éltek, szerették testvérüket, Lázárt, és ez kölcsönös volt, ez a szeretet. És mind a hárman hittek az Úr Jézus Krisztusban, mind a hárman szerették Jézust, és sokszor is találkoztak az Úrral. Volt olyan eset, hogy Jézus személyesen meglátogatta őket, Betániában laktak. Betánia egy falu volt, ahol az emberek így közösségben éltek, törődtek egymással is. És aztán egy napon az történt, hogy a Mária és a Márta testvére, Lázár megbetegedett. Először magas láza volt, aztán egyre súlyosabb lett az állapota, már nem is tudott gondolkozni, és becsukta a szemét, aludt, sokáig aludt, és egyszer csak észrevették, hogy nagy a baj, és üzentek Jézusnak. Jézus már messzebb volt Betániától, úton volt, emberekkel beszélgetett, foglalkozott, és üzentek neki, hogy Mester Jézus, akit te szeretsz, az a Lázár, nagyon-nagyon súlyos beteg, szinte a halálában, becsukta a szemét, és nem akarja már ki sem nyitni. És akkor Jézus elcsodálkozott ezeken a szavakon, hogy beteg, halálos beteg Lázár, és valami tennivalója volt, az Úr Jézus, mintha nem sietett volna, bár messze voltak Betániától, de úgy nem sietett. És hát az a dolog történt, hogy sajnos Lázár meghalt. Sírtak a lánytestvérei, jöttek a szomszédasszonyok is, ismerték, szerették Lázárt, és sírtak, hogy meghalt Lázár. Meghalt Lázár, ez a jóra való ember meghalt. Kénytelenek voltak eltemetni. Tudjátok, hogy Betániában, meg más városokban nem úgy temetkeztek általában, mint nálunk, hogy kiássák a sírgödröt, és aztán belehelyezik a koporsót,
és aztán földdel letemetik, hanem ilyen szikla falakba, mint itt mögöttem is látjátok ezt a képet, ilyen szikla falba vágytak be egy sírüreget, egy ajtót készítettek elé, és az ajtó bejáratára pedig egy nagyon nagy követ engerítettek. Azt nem olyan könnyű volt elmozdítani, és így volt lezárva a sír. Bevitték Lázárt ebbe a sírüregbe, elhelyezték, rátették a nagy követ, és sírt mindenki. Hát nem jött Jézus, szomorkodtak. Majd aztán már ugye napok teltek el, egyszer csak hallják, hogy valami lépések, kopogások hallatlanak, hát jött Jézus. Jött Jézus, és jöttek vele a tanítványok is. Hány tanítványa volt Jézusnak? Talán emlékszetek rá. 10 tanítványa volt? 20 tanítványa volt? Ki tudja megmondani? Ugye? Jézusnak 12 tanítványa volt. És ezek vele voltak. Vele voltak. Mentek az úton, és megérkeztek, és akkor Mária elé futott Jézusnak, és a tanítványokhoz futott, és se köszönés, semmi. Ezt mondta Jézusnak: Uram, nem halt volna meg a testvérem, ha itt vagy. Nem halt volna meg a testvérem, de késtél. És akkor szomorúan Jézus lába elé borult, ott hullatja könnyeit, sír Lázár miatt, hogy meghalt, és Jézus csendben áll ott, és ez olyan megható pillanat volt. Mária Jézus mellett állt, és a sír felé mutatott Jézus. Látjátok itt mögöttem ezt a sziklasírt. Jézus parancsolt a sír felé mutatva: vegyétek el a követ! És két erős ember megpróbálta elhengeríteni a követ. Nem olyan könnyű volt elhengeríteni a nagy követ, mert az nagy, nagy, hatalmas, nehéz kő volt. Úgyhogy mire elhengerítették, megízzadtak. Ez történt, hogy nyitva volt a sírnak a bejárata. És Jézus egy pillanatra megállt, csendbe volt, és imádkozott. Figyeljük csak meg, hogy mit mondott, és hogyan imádkozott. Látjátok, ott áll Jézus, és hálát ad. És hogy ebben a háladásában kifejeződik az, hogy ő benne van bizalom, hogy ő biztos benne, hogy Lázár feltámad. Egészen biztos, hogy Lázár feltámad a halálból. Emberek ott mozogtak a sír körül, nézelődtek, megdöbbentek, ahogy Jézus ott állt, és azt mondta, hogy feltámad a te testvéred, feltámad, s ha hiszel, akkor meglátod majd az Isten dicsőségét, hogy Istennek van hatalma még ezt a szegény Lázárt is feltámasztani. Hát ez egy nagy csoda volt, ez egy megrendítő csoda volt.
Tehát Jézus ugyanis imádkozott, hálát adott. És milyen jó dolog az, hogyha nehéz, szomorú napjaink vannak, vagy nehézségeink vannak, és akkor nem morgunk, hogy miért van ez, miért nem segítettél, Uram, hanem bátran hálát adunk, hogy Uram, még ez a nehéz dolog is a javunkat fogja szolgálni. Jézus imádkozott, és ekkor parancsolt az imádság után, mutatott a sírbejárat felé, hogy Lázár, jöjj ki! Lázár, jöjj ki ebből a sírból! És ez az élettelen Lázár felült, be volt kötözve az arca, az egész teste be volt kötözve, bepójálva volt az egész ember, és fel tudott ülni. Aztán oda mentek segítő emberek a Jézus parancsára, és leszedték róla ezeket a ruhákat, amik rajta voltak, amit így temetés alkalmával a halottra helyeznek. És képzeljétek el, hogy leveszik róla a halott ruhát, és hogy milyen csodálatos, hogy egy ember, aki meghalt, már negyedik napja, hogy a sírban volt, már a halottnak az a hullaszaga is érezhető volt, és Jézus, amikor parancsolt, hogy Lázár, jöjj ki, Lázár, támadj fel, Lázár, élj, akkor Lázár magához tért, és akkor a tömegnek elállt a lélegzete, kitágult mindenkinek a pupillája, az emberek a szívükhöz kaptak. Hát ilyet, hogy feltámadt a halálból, hogy kijött a sziklasírból. Micsoda hatalma van Krisztusnak. Imádkozott, és az atya meghallgatta őt. Az emberek sírtak örömükben, csodálkoztak, áldották Istent, hogy feltámasztotta Lázárt. És tudjátok, gyerekek, hogy ez az Úrnak a nagy tette szabadítása volt, még akarta, hogy Lázár éljen. Szükség volt Lázárra, de majd eljön egy csodálatos idő a világ végezeténél, amikor majd Jézus eljön a láthatatlan világból, és feltámasztja a halottakat, és hogyha mi hiszünk, és ha mi hiszünk benne, hogy feltámadunk, és az Úrral leszünk. Most pedig, eddig szólt ez a történet, Lázár meghalt, de Jézus újra életet adott neki. Jézus bennünk is munkálkodik, és új szívet ad, és boldoggá tesz bennünket.